2020-ban tizedik alkalommal hirdették meg a Magyarok Kenyere programot. Idén 26,5 tonna búzát gyűjtöttek össze a Heves megyei gazdák, melyből 16,5 tonna lisztet tudtak őrölni az Egri Malomban. Ennek nagy részét, 11 tonnát a Katolikus Karitasznak ajánlották fel, a többit pedig a határon túli magyar rászorulókhoz juttatják el, mondta el Szendrei László, a NAK Heves megyei szervezetének elnöke. Nagyon nagy köszönet a gazdálkodóknak, hisz egy olyan évet éltünk, amire még ez idáig a mi emlékezetünkben nem volt példa. Gyakorlatilag kezdődött a tavaszi aszállyal, majd folytatódott a hideg, hűvös, esős időjárással, és ez mellé párosult még ez a Covid helyzet, ez a pandémiás helyzet. Ilyenkor ismerni meg igazán, hogy ki a jó szívű barát, és ki az, aki segítően áll a rászorulók mellé. Hozzátette, a pénzadományokból pedig több mint 1 millió forint gyűlt össze. Jakab Tamás, a NAK Heves megyei igazgatója, a Magosz főtitkára elmondta, ha bár idén kevesebb terméssel büszkélkedhetnek a gazdák, az adományozó kedvük nem csökkent, összesen 150-en járultak hozzá idén a program sikerességéhez. Kiemelte, bízik abban, hogy a következő generációk is folytatni fogják ezt a kezdeményezést. Jelzi és jelenti a gazdák jó szándékát, hiszen a kárpát-medencei gazdák, nagyon sok rászoruló kárpát-medencei gyermek életét teszik könnyebbé azzal, hogy felajánlják a megtermelt termésük egy részét. Amellett egyre inkább a nemzeti összetartozás melegágyává is vált. Jelzi azt, hogy a magyar nemzet egységes, a magyar gazdák egységesek, tenni és segíteni akarnak. Az eseményen Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegye Karitász központjának igazgatója kért áldást a gazdákra és családjaikra, majd Előházi Irén, az Egri Malom ügyvezető igazgatója nyújtotta át a jelképes lisztadományt a plébánosnak. Csizi énekesnő produkciója után Szendrei László köszönte meg a program közreműködőinek munkáját, majd adományozói lapokat adott át.